Lángoló autókat oltanak a tűzoltók ezeken a fotókon. A hatóság munkatársai egyre több ilyen képet készítenek. Évről évre nő ugyanis a kigyulladó járművek száma ide-haza. Gyakran egy másik esetről, például égő szemetes kukáról terjednek át a lángok, ám az sem ritka, hogy menet közben gyulladnak ki az autók. megyében idén eddig hat ilyen esethez, tavaly pedig összesen 11-hez kellett vonulniuk a lánglovagoknak. A bajt legtöbbször az üzemanyagrendszer meghibásodása vagy az elhanyagolt koszos motortér okozza. Érdemes tehát tisztán tartani ezt a területet, de gyakoriak az utastérben kezdődő elektromos tüzek is. Célszerű minél hamarabb értelemszerűen megállni, lehetőség szerint úgy, hogy a környezetre ne legyünk veszélyesek, tehát valami szirádult burkolaton leparkolni az autót, azonnal a tűzoltókat, tehát a 112-t, így a központi segélyhívót tácsázni, őket hívni. És amivel segíthetünk még ezeken a problémákon, az például egy kézi tűzoltókészülék. Jó szolgálatot tehet a csomagtérben található porral, de még jobbat egy speciális habbaloltó készülék. Ezeket viszont nagyon óvatosan kell használni, mert például a hirtelen felnyitott motorházető oxigénhez juttatja a tüzet, ami így megerősödhet. Ezeket célszerű elkerülni, óvatosan megtenni, ezeket akár oldalról felnyitni a motor a gépjárműtetőt, és majd így ugye a beavatkozást akár tehát nyilván tehát a lehetőség szerint párosan végrehajtani, ez nagyon fontosak, de itt a hősködés az minden esetben azt meg kell előzzük, és itt mindig legyen az elsődleges, az a saját biztonságunk legyen szem előtt. A szakértő azt mondja, a kézi tűzoltó készülékek csak a kezdeti lángok megfékezésére alkalmasak, ezért a használatukat követően mindenképpen érdemes tűzoltókat hívni a helyszínre.